Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal arról szeretnék beszélni, ami néhány napja, illetve most már talán egy hete látott napvilágot ez a hír, hogy a kormány fejadagokat állapított meg bizonyos termékekből egy bekövetkező természeti vagy katonai katasztrófa esetén. Ez a kormány, ez a magyar kormány is október 27-ei ez a hír. Biztos vagyok abban, hogy a többség még mindig nevetségesnek találja ezt összeesküvés elméletnek, de ettől függetlenül a valóság az a valóság, és az halad tovább. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nyilvánvalóan nem azt szeretném mondani, hogy ez bekövetkezhet akár ma vagy holnap, viszont arra sincs semmi garancia, hogy a közeljövőben nem kell Magyarországnak szembenéznie valamiféle gazdasági hátrányjal, azon események miatt, amik zajlanak, akár csak itt a szomszédunkban, Ukrajnában, vagy amit látunk minden nap Izraelben, de bárhol a világon, ahol háborús övezetek alakultak, illetve alakulnak ki. Elsőként a napi téma.com weboldalnak szeretném megmutatni a cikkét, ez az, amit felolvastam, havi feladagokat állapított meg a kormány bizonyos termékekből egy bekövetkező természeti vagy katonai katasztrófa esetén, illetve esetére. Ezt a gazdaságfejlesztési minisztérium készítette ezt az útmutatót a védelem gazdasági tervezéshez, amely forgatókönyvet és konkrét fejadagokat szab meg egy bekövetkező természeti vagy katonai katasztrófa esetén. Úgy gondolom, hogy ezek egyébként már most elkezdődtek, csak az embereknek a tűrő képessége az elég fenomenális, mert képesek vagyunk alkalmazkodni rosszabb és rosszabb, vagy nehezebb és nehezebb körülményekhez és helyzetekhez, csak ezért nincs még lázadás. De az, ami most van, ez a 6-7-800 forintos benzinár, azok a további árak, amiket tapasztal mindenki a boltokban, az néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Csak emlékezem vissza mindenki 2017-18-ra, hogy hogy volt akkor az élet ahhoz képest, ami most van. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Lehet, hogy felolvasom, és akkor, aki esetleg csak hallgatja ezt, annak nem kell fáradni azzal, hogy utána nézzen, de csontos nyershús, vágott baromfi, 3 kg, ezek havi adagok, <laughs> zsiradék, másfél kiló, 2 kiló liszt, fél kiló cukor, 9 kg kenyér, 11 liter tej, mosó mosogatószerből 1 kg 120 liter ivóvíz, 1 kg hús, különböző hús készítményekből, tojás 15 darab, őzelékkonzerv 2,5 kg, gyümölcsbefőtt 2 kg, savanyúság 1 kg, 4 kg élesztő, 15 dek a só, 15 dek a szappan, 1 kg gyertya, gyertya, mi lesz itt? 4 doboz gyufa, 0,3 darab fogkefe, mi azt jelenti, hogy három havonta durván, négy havonta egy, illetve 40 ml fogkrém, hat tekercs WC ha esetleg valaki aggódott volna, alkoholos kézfertőtlenítő, negyed liter egészségügyi vattából 30 deka járna minden magyar embernek egy hónapba. Ez a békeidőszak alapigénye. Ez a békeidőszak alapigénye, és ebből számolják ki majd a háborús készleteket. Az ipari munkakörök átalakulnak a következő évtizedben és a manuális feladatok helyett a gépeknek a monitorozása. És figyelj mindenki, hogy milyen feladatok állnak majd rendelkezésre. A gépek monitorozása, tervezése, programozása, karbantartása teszi majd ki a munkaidő tekintélyes részét. Mindaz, ami eddig összeesküvés elmélet volt, amiről beszéltem eddig, hogy mi fog történni a jövőben, már most valóság. Gondoljon bele mindenki abba, hogy mi fog történni az elkövetkező tíz évben. Az új eszközök körébe a tanulmány szerint olyan innovációk tartoznak majd, mint a hálózatba kapcsolt, szenzorokkal ellátott viselhető eszközök, például kesztyűk, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság szemüvegek, amelyek ember és gép együttműködésének új dimenzióját valósítják meg. Ez a trend a kobotok, vagyis kollaboratív robotok megjelenésében csúcsosodik majd ki, amelyeket eleve az emberrel való közös munkára terveztek, és segíthetnek a nehéz tárgyak felemelésével járó folyamatokban, a precíziós munkában, vagy az ismétlődő feladatok elvégzésében. Get away from her, you bitch! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!